Pokolnia életének szerves része a hivatása. Amellett, hogy komoly tréning gyakorlatokat végez a színházban a munkatársaival, tanít, még otthon is nagy örömmel és játékos kedvel veti bele magát a rokonokkal az improvizációs gyakorlatokba. Elmondta, hogy a gyerekekkel akár órákon át is képesek különböző szituációkat előadni. Meg aztán vannak olyan improv gyakorlatok, amiket mit tudom én, négy emberes, és ezt nagyon-nagyon jól lehet csinálni gyerekekkel, és ezt éppen most húsvétkor csináltuk, és ez fantasztikus van, mert egyszer órákon keresztül improvizáltunk a gyerekekkel. Hát tényleg elképesztő, hogy pici, pedig 7 évestől 13 éves korig játszottam a gyerekekkel, így a családban. Lenyűgöző élmény, tényleg. És akkor néha egy-egy felnőtt beszállt, nagyon-nagyon jó volt. A Pokorniliával készült hosszabb beszélgetést a Paletta májusi adásában láthatják, ahol még több érdekesség derül ki az életvidám és energikus színésznőről. Többek között szó lesz a névváltoztatásáról és arról, hogy a gyerekkorában a sok költözködés miképpen alakította az életszemléletét, a viszonyát az improvizációhoz.